Jó reggelt mindenkinek! Ez egy újabb napi vlog videó lenne, nemrég keltem fel, és eléggé mozgós napom van, mikor nincs. Sokan kérdeztétek, hogy mit csinálok, hogyha nincs iskolám, mert ugyebár nekem kedden és csütörtökön van sulim, és hát ott van még pár nap, amikor nincs. És akkor így kérdeztétek, hogy mit szoktam csinálni általában ezeken a napokon, és akkor úgy döntöttem, hogy akkor ezt az egyik napot, azaz a hétfői napomat megmutatom, hogy miből szokott általában állni. Amúgy nézzétek, van egy macim. Ezt a nyíregyházi állatkertbe szereztem. Anyutól kaptam, és azóta velem van. Kezdjük ott, hogy rettentő álmos vagyok, mivel tegnap előtt és azelőtt, szóval 3 napon át folyamatosan mentem dedikálni, és borzalmasan elfáradtam, szóval nagyon nehéz ez így egyszerre 3 napon át folyamat dedikálás. Szóval fáradt is vagyok, de ma kell még videót vágnom, az Albánia vlog videómat. Nem tudom tulajdonképpen, hogy ezt a napi vlogot mikor teszem, különben lehet, hogy már kiteszem azt a vlogot, de nem baj, ebbe fogom megvágni. Szóval most fogom azt megvágni, de előtte nyilván kávézok egyet, meg be kell bútolnom. És majd jön az angol tanárom, meg édesanyám is hozzám. És utána, miután végeztem az angol órámmal, megyek édesanyámmal együtt egy konferenciára, amiről majd később beszélek. Ez egy nagyon érdekes dolog, úgyhogy majd fogok később kitérni rá. De a lényeg most ennyi, hogy megyek, először kávézzunk egyet, gyertek velem! Ez itt a rengetegség itt. Mind ajándék, rengeteg ajándékot kaptam, és nagyon szépen köszönöm. Csak az a problémám velük, hogy nem tudom hol tenni őket, szóval külön lakást kell még egyet kivennem, hogy be tudjam tenni oda az ajándékokat, mert tényleg rengeteg van, és nem tudom mit kezdeni velük, de most így gyűjtöm őket, hogy valamit majd kitalálok, meg nagyon sok ilyen képkeretet, meg ilyesmit kitettem a polcomra, majd megmutatom. Ott van, ott kitettem egyet, meg ott is kitettem. Kicsit most rumlis ez a polcom, mert nagyon sok mindent csak úgy rátettem, amit takarítottam, és akkor majd kezdek velük valamit, meg elhelyezem őket a végleges helyükre, de még nem jutottam oda. De amúgy nézzétek ezt a fölsőt. Ta-ta-ta-ta. Az a sapka, az nem tudom mit keresett, anyukámtól kaptam, még Halloween-ra, de mégse használtam. Amúgy, hogyha veszitek az orrhangot, bocsi, csak most egy kicsit meg vagyok fázva. Itt vannak a kaktuszkáim. Ezt Anettól kaptam születésnapomra. Ennek nagyon örülök. Meg ott egy másik kaktuszom. Itt van pár díj is. Ezt kaptam az egyik pumpunkától. Nagyon aranyos, és hát pumpunkáktól, mert azt hiszem 2 embertől kaptam. De tőlük kaptam. Ez nagyon cuki. Meg ezt is. Ez nagyon jól néz ki, szóval tök aranyosak. Mellette kaptam még egy ilyen hógömböt, ez is tök jó. Csak ezt most ide tettem meg. Itt van pár ilyen kis emlék, meg ajándék. Ezeket a gyertyákat is, például ezt, meg ezt is pumpunkáktól kaptam, szóval nagyon aranyos. Amúgy ez az az polcom, ahol vannak ilyen emlékek. Szóval Elizával, ezt is Elizával készítettük, tökéletes kép rólunk. Meg mindenki itt van, Anett is itt van, Danka is, Timi is, Ting is, meg ott hátul vannak még képek, de ez is ilyen emlékpolc tulajdonképpen. Ezt a 2 is pumpunkáktól kaptam, de még nem tudom hova tegyem. Fogalmam sincs még. Kérdezték, hogy honnan vettem ezt a lámpát, mert olyan jól néz ki, ilyen virágos lámpa. A kérdésre a válasz az, hogy fogalmam sincs, mivel nem én vettem, mert félig bútorozottan vettem ki ezt a lakást, és a tulajdonos vette azt a lámpát is, úgyhogy tényleg nem tudom. A pumpunkáktól kaptam bögréket is, és annyira aranyos, ezt is, ezt is, ezt is, jó, ezt nem, meg ezt is pumpunkáktól kaptam ajándékba, és én gyűjtöm ezeket a bögréket, mert olyan aranyosak, és most ebből fogok inni, mert ez nagyon tetszik. Már mindegyikből ittam, ebből még nem. Úgyhogy most ebből iszom a kávémat. Itt van kávé, nem tudom milyen kávét ugye. Feketét nem iszok. Van itt egy ilyen zöld, ez ilyen sötét zöld, de lehet iszok ilyen kéket, ez Róma kávé. Jaj! Puty! Puty!
és hamarosan jön! Yeah! Szuper! Következő lépés, hogy beleöntjük a tejcit. Ujjajjajjaj, persze, hogy félreöntjük először, gratula! Igen, egy kicsit teljes lett, ezt majd letakarítom. Tessék, egy hogyan csinálj kávét? Kis tutoriális volt ebbe a gyönyörű napi vlogba. Megiszom a kávém ebbe a jó kis pumpumkás bögrébe. Biztos, hogy finom lesz így, mert pumpumka adta a bögrét. És utána felöltözök, mert nagyon szépen pizsibe vagyok. Valamit kezdek a hajammal is, mert így borzalmas, mert hajat is kell ma még mosnom. És még kicsit rendet teszek a konyhába, utána pedig akkor nekiállok videót vágni, mert majd jön az angol tanárom is, és akkor előtte gyorsan az Albánia vlogot elkezdem vágni, hogy valami akkor legyen, meg kezdjük el, mert nagyon sokan várják, és aztán valószínű majd hajat is kell mosnom még angol tanár előtt, mert a konferenciára valahogy meg kell jelenni, és eléggé több napos, dedikálós hajjal nem biztos, hogy jó ötlet elmenni. És hát persze el lehet menni, csak hát nem biztos, hogy kellemesen fogom érezni magamat. Na szóval ezeket fogom még megcsinálni, és akkor jelentkezek majd. Megjött anya, meg Boki, és kaptam hamit, barbecue-s csirke, rizssel. Nos, végeztem az angol órámmal, és megyek a konferenciára édesanyámmal, aztán majd ott elmeséljük tulajdonképpen, hogy miért vagyok ott, mit fogunk csinálni, stb. És akkor majd jelentkezek, hogyha odaértünk. Hi, mom! Nos, itt is lennék, a Gyermekek Szövetsége csinált egy konferenciát, ahol a gyermekjogokról lesz szó tulajdonképpen, hogy fontos, hogy a gyerekeknek ugye igenis joga van, és ezt akarjuk mi megmutatni, meg elmagyarázni, és a gyerekekért állunk ki, és vagyunk, és ezért vagyok ebbe a szövetségbe. Tudjátok, hogy Szilvivel csináltam már ilyen videót, vagy kampányt indítottunk, stb. Stb. És most ő is itt van, aztán majd megyek hozzá, és ő is elmondja részletesebben, hogy miről is fog szólni ez a konferencia tulajdonképpen. És itt vagyunk az egyetemen, mert egy egyetemen fogjuk ezt a konferenciát megcsinálni, itt zajlik le minden, és utána pedig tulajdonképpen ennyi, majd veszek fel a konferenciáról különböző felvételeket, szerintem nagyon érdekes lesz, úgyhogy tartsatok vele. Tudom, de mivel láttam. Te, köszi. Lili, te? Spész? Jó. Ös, gyertek gyorsan, ha legyen. Nos, itt van velünk megint Szilvi, és ő fogja elmondani, hogy tulajdonképpen miről fog szólni ez a konferencia. Úgyhogy Szilvi, drágám, kérlek, mesélj a nézőknek, hogy tulajdonképpen mi is van itt. Pontosan. A mai napon egy konferenciát tartottunk, de ez a konferencia is természetesen nagyon fontos, ami még fontosabb, hogy november 20-a a Gyermeki Jogok Világnapja, és azért ezt ünnepeljük, mi ezzel emlékezünk meg, és egy picit figyelemfelkeltésként is működik ez a rendezvény, mert egész nap a gyermeki jogokról beszéltünk, törvényi hivatkozásokról, a gyermekek helyzetéről, voltak nagyon klassz előadásokat. Pál Feri apja tartott egy igen impulzív előadást, Gyurkó Szilvia tartott egy nagyon klassz előadást, ezek mind megtekinthetők lesznek majd a holnapokon, és hát gyerekek folyamatosan jelen voltak nálunk, rendeztek, szerveztek, konferáltak, táncoltak. Szeretnék nagyon interaktívvá tenni ezt a kerekasztal beszélgetést, úgyhogy mindenki készült egy kis bemutatkozással, hogy el tudják helyezni, hogy ki kicsoda, milyen kérdésben lehet hozzáfordulni. Vannak szemléltető eszközök, úgyhogy lesz videós film, egy kis interaktív prezentáció, de mindenkit arra buzdítanék, hogy gondolkodjon, hogy mi az, ami a téma kapcsán érdekli. Mert hogy hát ugye nyilván érdekes, hogy kik ülnek most itt a panelbeszélgetés tagjai, Klaus Belinda, a közösségi média specialista,
lista helyett a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Szabadság Hatóság képviseletében dr. Nagy Katalint köszöntöm itt az asztalnál. Külön öröm számomra, hogy a rendészeti terület is képviselteti magát. Kocka Tamás rendőr őrnagy, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda kiberbűnözés elleni főosztályának megbízott osztályvezetője van itt, és Stauber Péter külkapcsolati referens az EU bűnöldözési képzési ügynöksége. Szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm szépen a meghívást. Közösségi média marketinggel, céges kommunikációs szinten 10 éve foglalkozom, még a Megboldogult TV, illetve MyWeb felületeken kezdtem a kommunikációt. Én képviselem a fekete oldalt, úgymond, mert hogy én azokat az adatokat, információkat, amit a közösségi média felületen a gyerekek, ti, szülők, pedagógusok meghagytok, azt én, mint marketinges kihasználom. És annyira erős a lelkiismeret furdalásom, hogy 6 közösségi média könyvet írtam már a cégeknek, mérés, konfliktuskezelés, mindenféle optimalizálás, és akkor a 7-et megírtam, mert a 7. te magad légy, az internetbiztonság és adatvédelem generációkon keresztül vezetve, a különböző veszélyek születés előttől a halál utánig, mert hogy születés előtt már ugye a pocakban digitális lenyomatot képez az anyuka a születendő gyerekéről, halál után pedig a digitális hagyatékról ma már mindenkinek gondoskodnia kell, de hál' Istennek a közösségi média felületeken ezt nagyon könnyen beállíthatjuk. Melinda felhasználja a közösségi oldalakon az adatainkat, mi pedig védjük, és ugye figyelmeztetünk mindenkit arra, hogy mennyire fontos az, hogy milyen adatokat teszünk közzé a közösségi oldalakon, milyen adatokat adunk meg egy-egy ilyen törzskártya kiváltásánál. Alapvetően én azt látom kihívásnak, hogy egyrészt minden generációnak megvan a sajátossága. A fiatal generáció ugye bele tanult, vagy bele, hát végülis bele született a digitális technológia használatába, és ebből kifolyólag ő azt hiszi, hogy mindenről tud. Mindent tud használni, mindent tökéletesen átlát, és sajnos nagyon gyakran az a tapasztalatom, hogy a világ dolgairól viszont nincsenek benyomásaik. Nehéz helyzetben vagyok, én ugyanis a legkevésbé sem tartom magam a téma szakértőjének, úgyhogy hát tényleg csak mezei felhasználóként azt tudnám mondani most magánvéleményemet, hogy ami az internetben nagyszerű, hogy függetlenséget biztosít, hogy bárki hozzáférhet, már persze megfelelő eszközök birtokában, ez jelenti a másik oldalon a veszélyt is. Tehát a kontrollálatlanság és kontrollálhatatlanság, aminek jó oldala is vannak, ugyanúgy megvannak a dány oldalai is. Azt hiszem digitális oldalnak hívják azt, ami folyamatosan nyílik kifele. Az egyik szára azt mutatja, hogy hogyan fejlődik az emberek tudatos internet használata, vagy egy technikához való hozzáállása, ami emelkedik. Viszont a technológiai fejlődés és a technológiai bonyolultság az pedig sokkal meredekebben emelkedik, magyarán az óvó nyílik, és egyre nehezebben fogjuk átfogni azt, hogy mi van körülöttünk. A legegyszerűbb dolgoktól kezdve régebben volt egy Nokia telefonom, volt egy Symbian operációs rendszer, volt 9 darab mellé. Most már egy androidos telefonnál nem is görgetem le, hanem egyszerűen a keresésből megyek, vagy egyáltalán megkeresem azt, amit akarok. És ez egy nagyon egyszerű példa. Fogalmunk sincs, figyeljék el nekem, hogy fogalmunk sincs arról, hogy milyen adatokat tárolnak rólunk az interneten a különböző nagyvállalatok, milyen összefüggésekre tudnak rájönni. Részben ez nekünk azért jó, mert mi is ilyen összefüggésekben dolgozunk, és találunk meg elkövetőket, akik hiszik, hogy soha nem fogjuk megtalálni őket. Nos, haza is értem. Mint láthattátok, vettem fel egy-két érdekes dolgot a konferenciából. Szerintem nagyon hasznos dolgokat lehetett ott hallani. Vágtam be direkt olyan dolgokat, ami számomra szerintem, meg nektek szerintem érdekes lehet. Igazából egy konferencia azért is jó, mert hogy nagyon sok érdekes új dologgal, meg új témával tudunk előjönni, csak az a probléma vele, hogy nagyon kevés az idő. Szóval most is több napon át, szerintem egy egész napot ott tudtunk volna lenni, és elbeszélgetni, és kiboncolni jobban ezeket a témákat, mert tényleg szerintem nagyon fontos, és ezért is mentem el direkt, hogy megnézzem, hogy ez milyen, hogy tudjak jobban majd segíteni nektek, meg hogy ti is jobban lássátok ezt az egész zöld, hogy milyen is, mert tényleg nagyon fontos a gyermekeknek a jogai, és hogy mi minden van, ami miatt veszélyes az internet, meg egyéb társaság.
Úgyhogy igazából ennyi lett volna ez a napi vlog videó, ebből állt a napom, még valószínűleg fogok egy kis videót vágni, az Albánia vlogot még folytatom, mert azt már elkezdtem. És igen, egy nagyon mozgós nap, mert amikor nincs iskolám, akkor általában én megyek dolgozni, szóval konferenciára, meg tárgyalásra megyek, meg ugye videót vágok nektek, meg mindenfélét tervezek nektek, meg minden, és ebből áll egy napom, mikor nem megyek iskolába, bár vannak azok a napok is, amikor iskolai napon is mennem kell, szóval délelőtt dolgozok, és délután iskola, és olyankor tényleg hullafáradt a jövök haza, szóval igen, mozgós napjaim vannak, és apropó, kértétek azt is, hogy csináljak egy ilyen reggeli rutinomat, meg ilyen esti rutinom videót, és azt is meg fogom csinálni, terve van nagyon, csak remélem kerítek rá annyi időt, hogy meg tudjam csinálni, és azt is meg szeretném nektek mutatni, meg ugye megígértem nektek 200 ezer feliratkozóra, és sajnos ez el is maradt a Draw My Life videót, azt is nagyon meg szeretném csinálni, és igyekszek, és már arra is kezdtem összeírni az életemet, és azt is szeretném majd felvenni nektek, meg megmutatni, hogy milyen is volt az egész életem, bár még szerintem ráér ez a videó igazából, még csak egy 17 éves lány vagyok, és egy csomó minden fog történni. Ezzel le is zárnám. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, és remélem, hogy nektek is érdekes volt ez az egész, mert szerintem tényleg nagyon érdekes egy ilyen konferencia beszélgetés, egy ilyen kerekasztal beszélgetés, és szerintem többször is el fogok menni ilyen beszélgetésekre, mert tényleg nagyon hasznos, és nagyon sok mindent meg lehet tudni, sok mindent ki lehet boncolni, kérdezni, meg bármi. Szóval köszönöm szépen, fogalmam sincs hány perces lett, remélem azért nem lett olyan hűdő rövid, ha meg hűdő rövid lett, akkor ne haragudjatok, de igazából ennyit tudtam felvenni ebből a napból. Köszönöm szépen még egyszer, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok föl, akkor a következő részben találkozunk. Sziasztok!